Augusztus 30-a az eltűntek világnapja. Az ENSZ 20 évvel ezelőtt 2000-ben hagyta jóvá nemzetközi emléknapot. A célja, hogy felhívja a figyelmet azon szervezetek munkájára, amelyek a családok újraegyesítését tűzték ki célul az eltűnt személyek felkutatásával. A Vörös Félhold rendszerében 190 ország szervezete működik együtt, köztük a Magyar Vörös Kereszt is. Az első világháború óta működő keresőszolgálat ma már évente 1500 keresési kérelmet kap. A keresőszolgálatunk háborús események, fegyveres konfliktusok, politikai üldözés, illetve természeti katasztrófák következtében eltűnt embereknek a keresését folytatja. Ezen kívül üzenetet tudunk közvetíteni sebesültek, hadifoglyok, menekültek családtagjai között, illetve segítünk felkutatni azokat, akik például háborúk alatt eltűntek, vagy pedig elszakadtak. Magyarország és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye békés térségnek számít, azonban innen is érkeznek megkeresések a Vörös Kereszthez. Sokan az 1956-ban eltűnt családtagokat keresik. Ez azonban hosszú és bonyolult folyamat. Minden megyéből a keresés az Országos Igazgatóság keresőszolgálatához fut be. Nekünk olyan 10-15 alkalom szokott lenni maximum évente, aki keresi az eltűnt családtagot. Országos szinten az elmúlt évben 870-880 keresés indítása történt. Ebből olyan 400 volt, amely valamilyen háborús keresés volt, tehát háborúban eltűnt családtagokat kerestek, és mintegy 560 ügy az előző évről húzódott át. Rendőrségre tartozó eltűnési esetekben vagy családfakutatásban nem tud segíteni a keresőszolgálat. Ezekre az esetekre a vöröskereszt.hu oldalon összegyűjtöttek néhány hasznos linket, ami segíthet a keresésben.